Embert még nem evakuáltak Görögországban, mint most. Hetedik napja küzdenek a tűzoltók a lángok ellen. A hatóságok nem győzik kimenekíteni a helyieket és a turistákat. Vannak, akik óránként váltanak szálláshelyet, mert a tűz folyamatosan terjed. Így menekítik az embereket a lángokban álló görög szigetekről. A menekülők háta mögött gyakorlatilag megállás nélkül ég a sziget. A lángok mindent felemésztenek. Napok óta tombolnak Görögországban a pusztító erdőtüzek, két magyarok által is nagy számban látogatott szigeten, Rodoszon és Krétán, amelyek után hétfőre már Évia szigetén is felcsaptak a lángok. Tízezreket kellett evakuálni, több légitársaság mentőjáratokkal szállítja haza a turistákat. Rodoszon 12 faluban gyulladtak ki lakóházak. Mivel a lángok számos tengerparti üdülőtelepülésre is betörtek, több szálloda is kigyulladt. A hétvégén csaknem 20 000 ember telepítettek ki a szigeten, többségükben turistákat. A Rodoszon nyaroló Vrábel Kriszta szerint pillanatok alatt tört ki a káosz a szigeten. Egy jó 3 órát várakoztunk, hogy mi fog történni. Buszok jöttek, mentek, egy ideig csak vitték el a buszok az embereket, majd egyszer csak megjelentek buszok, mindenki örült, hogy jaj, de jó, majd akkor most már a következőre felférünk, de azok a buszok embereket hoztak már más településekről is, akik leraktak ott nálunk, és akkor ott még nagyobb lett már a tömeg. Bár a futótűz elől sikerült elmenekülni, ezrekhez hasonlóan Krisztáék nyaralása is szomorúan ért véget. Lehet, hogy holnap vissza lehet térni, vagy inkább menjünk tovább, és mi azt a döntést hoztuk végül, hogy ezt a 2 napot már inkább itt hagyjuk, és összeszedtük az összes, tehát minden bőröndel mentünk, és elmentünk egy taxival Rodosz városába, ahonnan komppal mi átjöttünk hajnalban egy másik szigetre, ami biztonságos, ahol nincsen tűz. A helyzet a következő napokban súlyosbodhat, mert masszívan 40 Celsius fok feletti hőmérsékleteket jósolnak az országban. A térségben ugyan gyakoriak az erdőtüzek, de a globális felmelegedés eredményeképpen egyre pusztítóbbak. Nyilván ezekkel együtt jár, ezekkel az egyre nagyobb hőmérsékletekkel, hogy a növényzet is kiszárad. Juhász Árpád geológus a Napindítóban azt mondta, a mediterrán vidék növényzete bármennyire is jól tűri a szárazságot, egy pillanat alatt lángra kaphat. Ezeknek az okozója lehet egy villámcsapás, egyébként a világban rengeteg villámcsapás van, ezeket ma már regisztrálják, de hihetetlen, de 100 000 nagyságrendű. Elég egyetlen egy villámcsapás, meggyullad egy erdő, de hozzájárulhatnak emberi gondatlanságok, elég egy eldobott sörös üveg, vagy egy fehér bolos üveg, esetenként egy kólás üveg, és ez úgy viselkedik a napsütésben, mint egy nagyító, meggyújtja a zavart a közvetlen környezetében is. Hát ne zárjuk ki azt se, hogy vannak rosszindulatú emberek, akik meg valamilyen okból maguk gyújtanak föl erdőket. A hőség, a szárazság és az akár 50 km/h széllökések ideális terepet biztosítanak a futótüzek terjedésének, amelyek mára apokaliptikus állapotokhoz vezettek. Egy héten belül 80-nál is több futótűz alakult ki az országban, ebből legalább 60 a rekordmeleg vasárnapon, amely egyben a görög nyár eddigi legforróbb napja volt. A lángok megfékezésére Máltáról, Romániából, Bulgáriából, Lengyelországból és Szlovákiából összesen több száz tűzoltó érkezett. Franciaország, Törökország, Olaszország, Ciprus, Izrael és Jordánia pedig tűzoltó repülőgépekkel és helikopterekkel igyekszik segíteni. Rodosz turizmusért felelős vezetőhelyettese, Kariton Kocuris mindeközben azt mondta, meggyőződése, hogy a tűzvészt gyújtogatás okozta.